A Garára települt székelyek a Bukovinából magukkal hozott kultúrájukat, népviseletet, énekeket, zenét, táncot a mai napig őrzik. 1962-ben a székely asszonyok népdalkört alakítottak, és népviseletbe öltözve énekeltek először bukovinai népdalokat. Ezúttal a helyi művelődési ház udvarán gyűlt össze a falu apraja nagyja, ugyanis a településen már hosszú évek óta hagyomány a szüreti mulatság. Mai rendezvényt, ezt a szüreti felvonulást most már 10 évtizede újították fel újra. Garán népszerű rendezvény volt az 50-es, 60-as években is, akkor még a határban szőlő is volt. Már ez sajnos eltűnt, a szőlők, gyümölcsök, ám a rendezvény szeretete, a rendezvény igénye megmaradt a mostani fiataloknak is, a idősebbeknek is. Idősebbek ugye nosztalgiaként élik meg, és itt, ahogy látható körülöttem a népes sereg, ők is igénylik ezt a szüreti felvonulást, úgyhogy ma ezt fogjuk ünnepelni. Egy kis nyitó műsorral készültünk, a Vajdaságból, Vajdaság több helyéről jött a csörömpölő zenekar, a mi kis óvodás általános iskolás csoportunk fog énekelni szüreti dalokat, és a felsős általános iskola felső tagozatos néptánc csoportja, vagyis akkorú gyerekek fognak táncolni egy uszódék koreográfiát. Ők péntekenként itt a művelődési házban próbálnak az Egyesület segítségével és támogatásával. A ruhákon majd lehet látni, hogy nagyobbaknál már mindenki szívére volt bízva, hogy ki mibe öltözik, úgyhogy többféle magyar ruha is található, illetve nemzetiségek is képviseltetve vannak ezen a rendezvényen. Jó napot kívánok az Isten áldásával! Borízű hangommal köszöntöm a népet, kívánok mindenkinek erőt, egészséget! Megkérnem a családot, Zsoltit engedjék el a szüreti mulatságba, hiszen már nagyon jár a lába. Tudjuk, hogy hangja kissé hamis, de rá se ráncsa. Gyerünk emberek a születi mulatságba. Este 6-tól áll a bál, csörömpölő zenekar muzsikál. Muzsikusok, szóljon hát a vidám nóta, aki bírja, reggeli táncolja. Húzzá! A garai székelykör a településen élő kisebbségek tradicionális táncait is bemutatja. A csoport legfontosabb feladata napjainkban a hagyományok megőrzése és bemutatása, a fiatalok megismertetése a székely kultúrával, és ezáltal az utánpótlás biztosítása. Maga ezt a szót a gyerekeknek nem is használom, vagy szerintem nem is mondom, ők egyszerűen jó érzik itt magukat. Szívesen eljönnek hozzák pénteken, várják a rendezvényeket. Ha a gyerek jól érzi magát, akkor a szülő is jól érzi magát, úgyhogy itt egy kölcsönhatás működik, és akkor most utána mi mondhatjuk, hogy ez egy hagyományőrzés. Igen, az hagyományőrzés, úgyhogy megéljük, tovább visszük, esetleg föl is újítjuk, tehát mindenképpen egy örömteli dolog, és szeretjük ezt csinálni. Thank you.
a Zombor melletti csonopjáról jött két hölgy, akik a nyáron velünk voltak már a tánctáborban is. Cikóról is jöttek vendégeink, akik szintén ilyen hagyományőrző csoport, és ők is nagyon szeretik a szüreti felvonulást, illetve Vaskútról is jöttek le hozzánk direkt a felvonulás miatt, és akkor természetesen a környékből a gyerekek ugye ide járnak táncolni, azért környékből vannak szülők is, úgyhogy egész szép létszámmal jöttünk itt ma össze. A Székelyasszony kórus régóta létezett, tehát mióta ide települtek Bukovinából. Szervezett formában 2005-ben egyesületi szinten működik a Garai Székelykör Egyesület. Először ugye asszonykórusa volt, majd egy tánccsoporttal bővült, majd az évek során ugye mindig kinőtt egy újabb-újabb generáció, és most már három csoportot tudunk működtetni, illetve az asszonyok is énekelnek és főzik nekünk a finomságokat. 1945. május 20-án Gara községbe is megérkeztek az ömében Hadik falvi és kisebb létszámban András falvi, Fogadj Isteni, Isten segítsi és József falvi székelyek. 94 család, 476 felnőtt és 320 gyermek érkezett a községbe. A garai székelyek létszáma az idősek elhalálozása, a környező városokba történő beköltözés és a házasságkötések utáni költözés miatt folyamatosan csökken. A vegyes házasságuk révén a székelységgel 250 család van jelenleg valamilyen szinten érintve. Azonban számottevően csökkent a bukovinai születésűek száma.